Köszöntöm a nézőket, Bozsolik Róbertel, Bátaszék polgármesterével beszélgetünk a következő szűk fél órában. Köszöntöm polgármesterül. A témánk az ugye a költségvetés lesz, amit elfogadott a város a legutóbbi testületi ülésen, viszont egy kicsit beszéljünk a választások óta eltelt működés tapasztalatairól. Milyen a testület, hogy zajlik a munka? Hát igen, ugye októberben lezajlott az önkormányzati választás, ahol a bátaszékiek meggyőző arányban úgy döntöttek, hogy a korábbi városvezetésnek adják továbbiakban is a bizalmukat. Rájuk voksoltak, hiszen abban a szerencsés helyzetben lettem, hogy én is folytathatom a munkát, illetve a korábbi képviselőtestület 8 tagjából 6-ot visszaválasztott Bátaszékváros lakossága. A két kollega azért került be a képviselőtestületbe, illetve ketten nem indultak a választáson, így helyükre két új képviselő került be. Azt gondolom, hogy ha egy kicsit döcögősen is, de elindult a munka, megválasztottuk a megfelelő. Mitől döcög? Ugye egyeztetésekre volt szükség, hiszen kialakult egy olyan helyzet, arány, hogy a függetlenként megválasztott képviselők kerültünk többségbe a képviselőtestületen belül, és a kormánypárti képviselettel induló jelöltek kerültek kisebbségbe, ha szabad így fogalmazni. Bár hozzáteszem, hogy városunkra azért a politizálás korában nem volt jellemző, ebben is egy kis változás van. Egy kicsit többet politizálunk a választások óta, amit hát nem tudom, nem annyira tartom én ezt szerencsés dolognak, hiszen a város érintő kérdések talán fontosabbak, mint hogy egy kicsit a politikai irányban menjünk el, de ezt is most már tudomásul veszük, és ezzel is együtt élünk itt az önkormányzati működésben. Szervezeti kialakításnál is kellett egy kis egyeztetéseket folytatni, de azt gondolom, hogy azért egyértelműen kinyilvánította valamennyi képviselő, függetlenül a jelölés formájától, hogy a város érdekében kíván tevékenykedni, és a maga lehetőségeit, kapcsolatait arra fogja felhasználni, hogy az ötesztendő sikeres legyen. El is fogadták az önkormányzat következő 4 vagy 5 évre szóló cselekvési programját. Ez gondolom tartalmazza a fejlesztéseket is, és gondolom ez megelőzte a költségvetés elfogadását is, tehát akkor valamilyen szinten e szerint épül fel a költségvetés is? Így van. Ahogy az elmúlt időszakban most is egy fontos dokumentum az önkormányzat működésének, az úgynevezett cselekvési program, ami 20 és 24 között határozza meg, hogy az egyes önkormányzati működés területén, a város életének különböző területein hol tartunk és hová szeretnénk eljutni. Nem voltunk ebben egységesek ennek az elfogadásában. Mi függetlenek úgy gondoltuk, hogy ez a cselekvési terv a realitásokra kell, hogy épüljön. Tehát alapvetően a mostani információk figyelembevételével kell meghatározzuk, hogy akár az oktatás, nevelés, egészségügy, kultúra, városüzemeltetés, városfejlesztés területén, ha és amennyiben jelentősen nem változnak a gazdasági paraméterek, és tudunk azzal kalkulálni, amiben mondjuk nagyjából 2020-ban, akkor hová szeretnénk elérni. Néhány képviselőtársunk kifogásolta, hogy nem tartalmaz víziót ez a cselekvési program, tehát nem tartalmaz nagy volumenű megvalósítási elképzeléseket. Hát tartalmaz, hiszen azért a realitások mellett megfogalmazza például a cselekvési program, hogy jó lenne Bátaszéknek, hogy újjon a közművelődési tér, zárt tér, amiben színházi előadásokat, nagyobb rendezvényeket tudnánk megrendezni, illetve tartalmazza többek között, hogy az idősek napközi ellátásának feltételrendszerét egy új épületben, egy új intézményben lenne célszerű megvalósítani, és hát ilyen értelemben a nevezhetjük ezt víziónak, mert erre a városnak a forrásai nem állnak rendelkezésre. Tehát mi ezt önerőből nem tudjuk megvalósítani, tehát erre tényleg nagyon komoly összefogásra van szükség. Erre meg is van a szándék, hiszen az elmúlt hetekben országgyűlési képviselőnk is több alkalommal, több fórumon megemlítette, mind a választókerület egyik fontos és megvalósítandó feladatait, mind két elképzelést, amelyet Bátaszéken adott esetben meg kéne valósítani. El is fogadták ugye most legutóbb a költségvetést. Ez mi az, amire lehetőséget nyújt? Tehát tulajdonképpen mik voltak a tervezésnek az elvei?
Azt gondolom, hogy ebbe is követtük az elmúlt esztendők gyakorlatát. Mi egy átlátható, biztonságos, kiszámítható költségvetést állítottunk korábban is mindig össze, és ezt követtük ebben az esztendőben. Így számba vettük azt, hogy mik a város kötelező feladatai, milyen intézményrendszeren működünk, ennek fenntartásához mekkora forrásokra van szükségünk. Azt gondolom, hogy ha és amennyiben rendkívüli gazdasági helyzet nem következik be, amiről ugye most egy kicsit igen, árnyaltabban kell beszélni, akkor a város stabil, városi költségvetése stabilnak tekinthető, és mindazok az elképzelések, amelyeket megterveztünk és jóváhagytunk, ezek meg is tudnak valósulni. Hát most egy kicsit azért mi is bizonytalanak vagyunk, de ettől függetlenül egyhangulag elfogadtuk a város költségvetését. Akkor vegyük számba, milyen bevételekkel számolhat az önkormányzat 2020-ban, mennyibe a gazdálkodnak? Hát mintegy 1,7 milliárdos költségvetést állítottunk össze a 2020-as esztendőre. Ennek ugye a legnagyobb bevételi forrása természetesen az államtól kapott bevételi forrás. Ez mintegy 490 millió forintot tesz ki ebben az esztendőben. Ez érkezik ugye nevelési feladatokra, közművelődésre, városüzemeltetésre, tehát minden olyan kötelező feladat ellátásra, amelyet a város intézményrendszerein keresztül ellát. Fontos eleme a költségvetésünknek a klasszikus értelembe véve a helyi adóbevételek. Ugye ebből az iparűzési adó és a magánszemélyek kommunális adója a legmarkánsabb, ezt kettő együtt kitesz mintegy 330-340 millió forintot. Ebben is már volt egyeztetés, hiszen néhány képviselőtársunk az adó csökkentését javasolná az elkövetkezendő időszakra, amelyet át kell gondolni, hiszen a város többletbevételre nem nagyon számolhat. Tehát abban az esetben érdemes ezt így gondolni és ebben döntés hozni, ha és amennyiben az adócsökkentésből kieső bevételeket valahonnan tudjuk pótolni, vagy konszenzus van abban, hogy milyen feladatot nem valósítunk meg az elkövetkező időszakban. Tehát ezt át kell nézni, hiszen ez azt lehet mondani, hogy ez az a szabad forrás, ami fölött az önkormányzat tud gazdálkodni. Fontos volt 2020-ban is, hogy a társadalmi ellenőrző tájékoztató társaságon keresztül mintegy 80 millió forint támogatásban részesül az önkormányzat, illetve hát markáns eleme a költségvetés bevételi oldalának a tavalyi évről áthozott maradvány, ami mintegy 510 millió forint volt. Természetesen ebben jelentős összeg az a pályázatokhoz kötődő, és majd ebben az esztendőben még felhasználásra kerülő forrás. De azt lehet mondani, hogy a szabad források nagyságrendje, ami nem pályázathoz és nem kötelezettséghez tartozik, az is meghaladja a 100 milliót. Tehát úgy tűnik, hogy a 19-es esztendőt egy igen jó gazdálkodásra tudtuk zárni. És akkor ezek azok a bevételek, amikről az előbb ön is beszélt, tehát a városnak a saját adóbevételei, amiből tulajdonképpen, ha úgy nézzük, akkor megvalósulhat az önkormányzatiság valamilyen szinten, mert ez az, amit a város lakók által választott képviselők nyilván egy konszenzus alapján arra költhetnek, amire úgy látják, hogy szüksége van Bátaszéknek. Így van. Alapvetően tehát ezekkel a szabad forrásokkal egészítünk ki nagyon sok mindent, hiszen azt sajnos el kell mondani, hogy az állami kötelező feladatokhoz érkező állami támogatások azért nem fedik le teljes egészében a kiadásokat. Akkor ez még kisebb lesz ez a szám. Hát igen. Igen, azt lehet mondani, hogy zsugorodik, és hát ha valójában a kötelező feladatok ellátásához is hozzárendeljük a forrásokat, hozzárendeljük azt, hogy ugye voltak vívmányok az elmúlt időszakban, amiket meg kívánunk tartani, akkor a mozgásterünk igencsak leszűkül. De azt gondolom, hogy ennek figyelembevételével is sok mindent szeretnénk megvalósítani. Első lépésként mindenképpen azt, hogy szeretnénk a kollégáinkat megtartani, hiszen ahhoz, hogy a város irányítását, vezetését és a feladatokat végre tudjuk hajtani, szükség van egy jól működő intézményhálózatra, és azon belül természetesen a kollégákra. Ehhez mit lehet tenni? Akkor gondolom a béreket lehet emelni. Így van, tehát még 19-ben is végeztünk egy igen önkormányzatunk lehetőségeikhez mérten egy igen jelentős bérrendezést, és ezt folytattuk ebben az esztendőben is. Tehát a kötelező bérrendezéseken felül az önkormányzat a bértömegre vetítve mintegy 4%-os bértömeg emelkedést hagyott jóvá. Ez meg fog jelenni a kollégák bérében, fizetésében. Ezzel is próbáljuk őket itt tartani, hiszen nélkülük nem tudjuk a rendszert működtetni, és fontos számunkra, hogy a kollégáink
anyagi megbecsülését is a lehetőségünkhez mérten biztosítani tudjuk. Tehát ez nagyon fontos volt. De fontos volt, hogy a működési kiadásokat teljes mértékben biztosítsuk, annak érdekében, hogy zavartalanul lehessen ellátni a feladatot valamennyi ágazatban. Ezek voltak a kiinduló pontok, amelyek alapján a költségvetést elkezdtük összeállítani. És akkor itt a kötelező feladatfinanszírozásban ugye a hivatal és az óvodai ellátás is benne van. Így van. Többek között ezek azok a feladatok, amelyeket városunknak biztosítani kell. És ahogy említettem, sajnos az állami források a tervezett kiadásokat nem fedik le. Csak egy-két ilyen tapasztalati szám, hogy mondjuk a közös önkormányzati hivatal tekintetében, amely hivatal mint egy 194 millió forintból működik és gazdálkodik, ennek a 74%-át fedi le az állami támogatásnak a mértéke, tehát a fennmaradó összeget az önkormányzatoknak kell finanszírozni, hogy ez működőképes legyen. Ezt lakosságarányosan teszik? Igen, tehát ugye a közös önkormányzati hivatalt január 1-től sárpilissel kibővítve működteti az önkormányzat. Ugye korábban Alsónyék és Alsónána volt a hivatalunk része, most már sárpilisen látjuk, és itt egy megállapodás alapján ezt az önkormányzatok fizetik. Ennek természetesen a legnagyobb része Bátaszékre esik, hiszen Bátaszék mintegy 32,8 millió forintot rak be, hogy ezt a hivatalt működtetni tudjuk. Óvoda tekintetében is hasonlóak az arányok, hiszen maga az óvodai feladatellátást, bár társulás útján működtetjük, ez 411 millió forintot fog majd ebben az esztendőben felhasználni. Itt 63%-a az állami támogatás, tehát a többit, azt azok az önkormányzatok adják, akik a fenntartásban együtt vagyunk, Alsónán, Alsónyék településekkel közösen. Tehát akkor még egyszer, ez azokból a bevételekből megy, amit helyi adóból tud szedni a város. Így van. Tehát ezek mind azok a források, amit úgymond szabad felhasználási források. Amiben mondjuk utat is lehetne építeni. Hát többek között, tehát számtalan olyan dolgot, amit nem biztos, hogy a kötelező feladatok finanszírozására kellene fordítani, de hát ugye elértünk egy színvonalat, elértünk egy működést, ezt tartani kívánjuk, és ehhez akkor az önkormányzatnak is áldozatot kell hozni. Tehát ilyen értelemben ezek a számok jelzik, hogy a mozgásterünk az azért mindig egy kicsit csökken. Mekkora összeget lehet fordítani a szociális ellátásokra, amiben ugye az egészségügy is beletartozhat, nyilván idős gondozás, de akár szigorúan vett tényleg szociális ellátások. Kiemelten kezeltük ebben az esztendőben is. Azt gondolom, hogy a város számára nagyon-nagyon fontos, hogy lehetőségeinkhez mérten azoknak a családoknak is nyújtson segítséget, akik önhibájukon kívül kicsit hátrányosabb helyzetbe kerülnek. Ez egyik lehetőség ennek a segítésére a szociális segélyezés, ami nem biztos, hogy a legjobb megoldás, de per pillanat ezzel is próbáljuk a családokat segíteni. Erre a város mintegy 26,6 millió forintot fog fordítani előjáróban a 2020-as esztendőben, sőt készültünk arra is, hogy ha és amennyiben valami rendkívüli helyzet van, akkor azt úgy tudjuk kezelni a költségvetésen belül, hogy az zavart ne okozzon, ezért mintegy 3 millió forintos céltartalékot is képeztünk, ha és amennyiben valahol még segítséget kell nyújtani, ezt meg tudjuk tenni. Illetve hát kicsit a közfoglalkoztatás terén is próbálunk segítséget nyújtani, hiszen oda is önerőként egy 3 milliót biztosított a város annak érdekében, hogy 10 fő foglalkoztatását tudjuk, és így akkor nem segély formájában, hanem bérformájában próbáljuk a családokat segíteni. Azt hogy látja, nő vagy csökken a rászorulóknak a száma? Sajnos növekszik. Tehát ezt a statisztikai számok is bizonyítják, egyrészt az ellátottak számának növekedéséből, másrészt ugye a város évenként biztosít adományozási programokat, és még mondjuk a 2014-19-es ciklus elején 130 családdal találkoztunk, most 2019 év végén ez közel volt már a 200-hoz, akiket adományba kellett részesíteni, mert a élethelyzetük ezt indokolt. Ezt vissza lehet egyébként vezetni valamire? Már most gondolok arra, hogy ugye nagyjából mindenhol azt halljuk, hogy ugye munkaerő hiány van, tehát hogy aki akar, az már éppen tud dolgozni, tehát hogy akkor ennek mégis akkor ez lehet valamitől, hogy ez nő? Hát alapvetően akik ebbe a körbe kerültek, azok az öme tényleg önhibáján kívül már nem is tud visszatalálni a munkavilágába.
Tehát akár mentális állapota miatt, akár az egészségi állapota miatt ebben a helyzetben van. Tehát azt gondolom, a foglalkoztatási vákumot vagy hiányt velük már nem lehet megoldani. Ők már valóban az a kör, aki rászorult. Aki el tudott menni, de az már elment. Az már elment. Tehát ez már valóban az a kör, aki külső segítség nélkül nem tudja a létfenntartását biztosítani. Ezt viszont nekünk alkalmazkodni kell. Azt gondolom, hogy az idős gondozás és az egészségügyi feladatot a gondozási központon keresztül látjuk el már évek óta is lehetőségünk szerint jó minőségben, de itt is nagyfokú az alulfinanszírozottság, talán itt a legrosszabb a helyzet. Itt 43%-a a kiadásoknak az állami támogatásnak. Tehát a mértéke. Több mint a felét. Így van, itt jobban zsebbe kell nyúlni az önkormányzatnak, hogy az ellátottaknak azokat a szolgáltatásokat biztosítani tudjuk, de megtesszük, mert látjuk, hogy a segítségünk nélkül még rosszabb lehetne a helyzet. És még egy érdekes adat, amit fontosnak tartanék megemlíteni, ugye egészségi ellátásban, hála jó Istennek, Bátaszék azt gondolom, hogy nagyon jó helyzetben van. Azáltal is, hogy valamennyi orvosi körzetünkben nem helyettes, hanem főállású orvos van. És ugye város több évvel ezelőtt hozott egy döntést, hogy a központi orvosügyeletet is fenntartja. Ez fontos, hiszen a nap 24 órájában Bátaszék, illetve a Bátaszékhez tartozó településeken orvossal tud találkozni az érintett. Talán ebben a helyzetben nem is olyan rossz, hogy ez így működik. Viszont azt látni kell, hogy az ügyelet fenntartásához 38% támogatás érkezik. Tehát a települések élén Bátaszékkel, hiszen Bátaszék ebbe a feladatba majdnem 14 millió forintot tesz éves szinten. Komoly anyagi áldozatot vállalnak, hogy ez az ellátás ez biztosítva legyen. Bár azt kell mondjam, hogy ebben is konszenzus van, hogy ezt az utolsó fillérünkig, ezt fenn kell tartani, mert ez fontos bátaszékiek számára. Kultúra, rendezvények, városmarketing. Most ugye egy különös időszak jön, nehéz előre nézni. Ez a jelen helyzetben egy nagyon érdekes szituációt fog eredményezni, hiszen a város számára az elmúlt időszakban nagyon fontos volt, hogy közművelődésben, kultúrában, rendezvényekben próbáljon olyan minőségi programokat szervezni, ami egy ekkora kisvároshoz méltó és meg is érdemlik a bátaszékiek. Hát a 2020 ez nagyon érdekes helyzetet fog eredményezni. Ugyan úgy indultunk ennek a dolognak a költségvetési elhatárolásakor, hogy ez zavartalanul végig fog menni, hiszen készültünk arra, hogy a város megünnepli ebben az esztendőben a 25 éves alapítási évfordulóját, vagy megünnepli a jubileum 5. bátaszéki bornapokat. Ez a költségek hozzá is vannak rendelve. A szerződéseket már meg is kötöttük a programok tartalmi elemeire vonatkozóan. Hát most azt lehet mondani, hogy mi is egy operatív törzsben, vagy egy válságstábban az elkövetkezendő napokban le kell üljünk és végig kell gondolni, hiszen most kell meghozni azokat a döntéseket, amelyek adott esetben július első hétvégére, vagy szeptember második hétvégére kihat. És akkor még nem beszéltem egy majálisról, nem beszéltem egy pünkösdi rétes fesztiválról, amik sokkal közelebb vannak. Egyelőre viszont úgy készültünk, hogy megvalósítjuk. Ebben a költségvetésben a Marketing Kft. Által ellátott feladatokra, közgyűjtemény feladatokra, rendezvényekre, tokkal vonóval azt lehet mondani, hogy mintegy 74 millió forintot költene a város. Itt csak zárójelben jegyzem meg, hogy egyébként közművelődési feladatokra 8,1 millió forint állami támogatás érkezik. Tehát ha a város, és ilyen értelemben azt gondolom, hogy bármelyik település ezen a területen akar valamit tenni, azt a saját forrásaiból, illetve szponzori pénzekből, pályázatokból tudja megvalósítani. Sikerül egyébként szponzorokat találni? Tehát a helyi vállalkozók vagy környékbeli vállalkozók a város mellé állnak? Azt gondolom, hogy igen. Akár mi elsősorban a bornapokra fókuszáljuk a szponzori támogatásnak a mértékét, és abban az elmúlt időszakban jellemző volt, hogy pozitív a hozzáállás. Tehát a mi nagyságrendünkben, a mi mértékünkben a vállalkozók szívesen támogatnak egy ilyen minőségű rendezvényt.
Nem hagytuk magukra a civileket sem. Ebben az esztendőben mintegy 18,8 millió forintot biztosítunk a civil szervezeteink működéséhez, rendezvényeihez. Ez is egy kicsit növekvő tendencia az elmúlt évhez képest. Azt gondolom, hogy ez arra elegendő, hogy önkormányzati oldalról biztonságban érezhessék magukat, és hát tudomásom szerint ők nagyon jól pályáznak, tehát a különböző alapokhoz nyújtanak, és igen hatékonyan nyújtanak be pályázatot, ezzel kiegészítve tudják támogatni a mi rendezvényeinket is. Városüzemeltetés. Ez, amihez mindenki érteni szokott. Igen. 2020-ban mekkora összeg lesz arra, és egyáltalán mik a legfőbb feladatok? Ezen a területen is a szinten tartást mindenképpen szerettük volna elérni. Egy icipicivel növeljük a kiadási oldalt. Ugye mi a városüzemeltetési feladatainkat a Bátkom Kft-n keresztül látjuk el a településen. A Bátkom Kft-ben hát kicsit iróniával a szöktől a repülőig mindennel kell foglalkozni, tehát létesítmény működtetéstől kezdve közterületi tisztántartásig, zöld terület, hóeltakarítás, sikosságmentesítés, minden. Erre a feladatra mintegy 122 millió forintot irányoztunk elő a 2020-as költségvetésben. Ebben természetesen a dolgozói bérek is szerepelnek, akik ezeket a feladatokat ellátják. És hát külön még mintegy 27,4 millió forint áll rendelkezésre, amiből kátyúzunk, patkát rendezünk, belterületi csapadékvizelvezető árkokat rendezünk, és számtalan olyan feladatot, amit nap mint nap tapasztalatnak a várospolgárai problémás. Hát ebből próbálunk úrrá lenni azon a helyzeten, ami néha-néha azért ki tud alakulni, de próbáljuk kisvárosi szinthez igazodóan a közterületeinket is rendben tartani. És hát kiemelten kezeljük a két külterületi lakóhelyünket, Kövesd és Lajvérnak a dolgát, hiszen mintegy 3,5 millió forinttal ezeken a település részeken is történnek majd munkák 2020-ban. Tetemes összeg megy a városüzemeltetésre. Mi az, ami városfejlesztésre megmaradhat? És akkor 2020-ban itt milyen feladatokat szabtak maguknak? Ugye párhuzamosan zajlott a 2020-as költségvetés összeállítása, illetve a 2020-24-es cselekvési program összeállítása. És mivel az első fordulós tárgyalásig még nem került elfogadásra a cselekvési program, ezért azt az elvet követtük, hogy 2020-ban az intézményeink felújítása és az intézményekhez kötődő beruházások lesznek a prioritások. És ez meg is jelent a költségvetésben, hiszen azt lehet mondani, hogy a város tulajdonában lévő valamennyi épületen fogunk dolgozni az elkövetkezendő egyesztendőben. A számvevőségi épületen, amit néhány éve megvásároltunk is a városközpontjában van, de megkezdjük a civilháznak a felújítását, arra például egy 10 millió forintos keretet irányzott elő a képviselőtestület, de dolgozunk a városházán, a műfházon, a könyvtáron, az orvosi rendelőn, a gyermekorvosi rendelőn, ott a tetőnek a felújítását tervezzük, de a gondozási központ központi épületén is, a Budai 21-en is, ott is a tető felújítását tervezzük, de még egy kicsit kell tevékenykedjünk a városi sportcsarnokon is. Tehát ez volt a prioritás, elsősorban ide fókuszáltunk. Közterületen el kell mondani, hogy a közvilágítási lámpatestek szakaszos cseréjét el kell kezdjük. Ugye 5 évvel ezelőtt egy központi keopos pályázatnak megfelelően, annak köszönhetően lecseréltük a lámpatesteket, de ezek a lámpatestek mintha érezték volna, hogy lejárt az 5 év, mert folyamatosan is nagyon nagy számban hibásodnak meg és mennek tönkre. Tehát itt most egy programot el kell indítsunk annak érdekében, hogy a közvilágítási lámpatesteknek a cseréjét megkezdjük, annak érdekében, hogy ezt a szolgáltatást is tudjuk biztosítani. Beruházások tekintetében egy kicsit visszafogottabbak vagyunk, ami a saját forrás felhasználást illeti, hiszen itt térfigyelő rendszernek a felújítását és egy-két kisebb informatikai beruházást fogunk végrehajtani. Viszont számszerűen azért szerepel, mint egy 400 millió forintnyi beruházás, de ez a pályázatokhoz kötődik, hiszen idén fejeződik be pénzügyi szempontból az ipari parknak a beruházása, idén fejeződik be az agrárlogisztikai központunknak a beruházása, tehát ezekhez kötődően a források rendelkezésre állnak majd
ebben az esztendőben. És talán még egy dolgot kéne megemlíteni, hogy a biztonságos költségvetés összeállítás talán az is jellemzi, hogy ebben az esztendőben mintegy 87,9 millió forint az a fejlesztési és működési céltartalék, amit a város megtervezett a költségvetésben, és ehhez párosul még egy 15 millió forintos általános tartalék, tehát a 100 millió forintot meghaladó az az összeg, amire az önkormányzat még nem vállalt kötelezettséget, megjelölte ugyan, hogy mire szeretné felhasználni, de meghagyta magának a lehetőséget, hogy ha is amennyiben bármi rendkívüli történik, akkor szabad forrás álljon rendelkezésre a költségvetés kiegyenesítése érdekében. És még egy jelentős dolog, hogy nem kellett idegenbevételt a költségvetés összeállításához előirányozni és felvenni. Ez azt jelenti, hogy hitel nincs. Hitel nélkül fogjuk a 2020-as költségvetési évet is abszolválni, hogyha minden jól alakul. Jövőben mutató elképzeléseket érintettük már a beszélgetésünk elején. Van még esetleg benne valami, amiről nem beszéltünk? Igen, azt gondolom, hogy megkezdünk bizonyos hosszú távú vagy jövőben mutató fejlesztéseknek az előkészítését. Így már ebben a költségvetésében szeretnénk például a közösségi művelődési térrel kapcsolatban egy tanulmányt készíteni, hogy lássuk, milyen funkcióval kívánjuk felruházni, és lássuk azt, hogy milyen nagyságrend. Ugyanez igaz lesz az idősek napközi ellátásával kapcsolatban. Parkolási kérdésben kell egy hosszú távú koncepciót megfogalmazzuk, most a hosszú távot én egy ciklusra vonatkozóan, mert kinőjük a várost autók szempontjából, tehát ezt meg kell oldjuk, és erre vonatkozóan is elképzeléseink vannak. Illetve hát szeretnénk természetesen a jövőre nézve az önkormányzati vagyonokat karbantartani és megvalósítani. Erre vonatkozóan is készítünk majd egy ciklus végéig szóló ütemtervet, hogy ezt hogyan, milyen módon próbáljuk, és hát figyeljük a pályázati lehetőségeket. Minden olyan dolgot, ami a város közösségét, a várost tudja majd előre mozdítani, arra lehetőségünkhez mérten szeretnénk majd pályázni. Érintettük már a beszélgetés kapcsán a koronavírust is, csak hogy aktuálisak legyünk, kellett már eddig meghozni valamilyen döntést? Hát alapvetően a rendezvényekhez kötődően igen, hiszen a városnak is volt akár erre a hétre is több olyan megtervezett rendezvénye, amelyet érintett a veszélyhelyzeti intézkedés. Egészségügyi szempontból nem. Folyamatosan figyeljük és tájékozódunk a házi orvosokon, illetve a gyerekorvosokon keresztül, hogy a légúti megbetegedések hogyan alakulnak Bátaszéken. Nem számottevő, hiszen az elmúlt 2 hétben orvosi körzetenként olyan 30 körül volt az ellátottak száma. Tehát ilyen értelemben nincs sem járványhelyzet, sem kiemelkedően rossz adatokkal rendelkező helyzet. Kellő óvatosság természetesen szükséges, hiszen az elővigyázatosság az sosem árt. Természetesen mi is betartjuk minden egyes intézménynél azokat a ajánlásokat, amik megfogalmazódtak, óvoda a bölcsőde tekintetében, idősek tekintetében, de rendkívüli intézkedésre eddig Bátaszéken nem került sor. Polgármester, nagyon szépen köszönjük, hogy eljött hozzánk, a nézőknek pedig a figyelmet köszönjük, viszontlátásra!